Akkor folytatjuk tovább a fiúval kapcsolatban, a fiúnak a megtestesülésével kapcsolatban azt, hogy emberként Jézusnak a személyét nézzük meg, és most a Jézusnak a jellemét fogjuk megvizsgálni, illetve az, hogy ő a tökéletes példakép, és ezt fogjuk megnézni, hogy milyen jellemmel bírt Jézus emberi mi voltjával, hogy tudjuk követni őt. Az első azt, amit felírhattok, hogy szentség, tehát szentségben élte az életét Jézus. Tehát szentségben élte. Ugye ez azt jelenti, hogy elválasztva lenni. Ugye a szentség szó a görögben, ez egy elkülönítés, tehát hogy Isten számára valaki el van választva. Ez a Lukács 1.35-ben, azt mondja, Lukács 1.35, azt mondja itt Isten igéje, ugye amikor az angyal megjelenik Máriának, íme fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ugye Jézusról van szó. És felelvén, ugye 35. verszak, felelvén az angyal mondta neki, a Szent Szellem száll te rád, és a magasságosnak ereje árnyékoz meg téged, azért ami születik is, szentnek hivatik, Isten fiának. Tehát látjátok, hogy Jézus szentnek van hívva, tehát elválasztott, elkülönült, Isten számára van elválasztva, és nézzétek meg, mit tartozik hozzá a szentséghez. Az egyik, ha megnézed, a Szent Szellemnek a személye, a másik pedig a magasságosnak az ereje. Tehát az erő és a szentség az együtt vannak. A Szent Szellem, ugye a szentségnek a szelleme és a szentség együtt vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy elválasztva lenni Isten számára. Tehát Jézus így szent volt, vagyis tehát a jellemében, a személyiségében, az életvitelében, a magatartásában, tehát ez a szentség nyilvánult meg. János 8.46. Itt azt mondja Jézus. Ki vádol engem közületek bűnnel? Ha pedig igazságot szólok, miért nem hisztek ti nekem? Tehát Jézus Krisztust éppen ezért nem tudták bűnnel vádolni, mert ő szent volt, Istennek az ereje volt benne. Nézd meg, hogy a Szent Szellem és Isten ereje az a bűn ellen van. Nézd meg azt, hogy Isten ereje és a Szent Szellem az segít nekünk is, hogy a bűn távol legyen tőlünk, le legyen, hogy mondjam, a bűn erőtlenítve. Ha erős benned a Szent Szellemnek a jelenléte, Istennek az ereje működik bennünk, akkor a bűn erőtlen bennünk. Tehát Jézus Krisztus engesztelő áldozata miatt. És itt azt mondja, hogy nem tudták, tehát nem tudtak belekapaszkodni Jézusnak az ellenségei, nem tudtak belekapaszkodni semmibe, hogy meg tudják őt vádolni, nem tudták értelmes módon gyakorlatilag se a népvezetője licitálni, vádolni Sanhedrin előtt, a Heródes király előtt, Pilátus előtt. Tehát nem lehetett Jézust. Tehát ebből a szempontból, ha így nézzük, makulátlan volt Jézus, és nekünk is oda kell figyelnünk rá, hogy ne tudjanak, tehát akkor vagyunk hitelesen Jézus követői, hogyha tehát nem adunk okot az embereknek, hogy semmivel se, hogy például a magyar állam törvényei ellen vétkezünk.
mert akkor tudunk hiteles keresztényként élni ezen a földön. Nézd meg a János 14:30. De azt mondja Jézus, hogy nagyon érdekes dolgot mond a tanítványainak. Azt mondja, hogy nem sokat beszélek már veletek, mert jön e világ fejedelme, és figyeld, azt mondja, és én bennem nincsen semmije. Miért nem volt benne semmije? Mert már a fogantatásától kezdve szent volt Jézus. Mi nem voltunk ilyenek. Tehát nekünk az volt, hogy minket nem a Szent Szellem, tehát a mi fogantatásunkkor nem a Szent Szellem volt ott, és nem Istennek a magasságos ereje volt ott. Éppen ezért mi nem szentnek születtünk meg, és nem szentnek hívtak, amikor megszülettünk a biológiai születésünktől kezdve, hanem bűnben születtünk. Ezt mondta Dávid is. Bűnben születtem, bűnben melengetett engem az anyám, és ugye elmondja a 51. Zsoltárba, ha megnézzük, azt mondja itt a Dávid. Ugye például harmadik verszak, irgalmasságodnak sokassága szerint töröld el az én bűneimet. Vagy utána azt mondja a következő verszakban, negyedik, az én vétkeimből tisztíts ki engem. Tehát nekünk, mi így születtünk, hogy nekünk ki kell, hogy tisztuljunk a bűneinkből, a vétkeinkből. Azt mondja Dávid, ismerem az én bűneimet. Vétkem szüntelen előttem van. Tehát mi ilyen emberek vagyunk, hogy, és ezért ne is hazudjunk magunknak. Tehát azt mondja, ismerem az én bűneimet. Tehát a bűnvallásnak, a bűnbánatnak, a bűnvallásnak az az alapja, hogy nem szőnyeg alá söpröm a bűneimet, hanem azt mondja, ismerem a bűneimet, és előttem forog szüntelen a vétkem. Azt mondja, egyedül ellened vétkeztem. Hetedik verszak. Íme én vétekben fogantattam. De hát nem csak Dávid, hanem mi is. Tehát bűnben melengetett engem az anyám. És utána a kilencedik verszak. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek a hónál. Na és ezt tette meg az Úr velünk az újjászületéskor. És az újjászületés szerint a vízkeresség, a Szent Szellem keresség által, hogy azzal, hogy Jézussal azonosultunk hittel, ugye mi is az új teremtésünk, a szent bennünk, és éppen ezért ezzel azonosulunk, ezzel az új teremtéssel, aki, ahogy mondja az Efézusi 4, ugye Pál apostol azt mondja, hogy valóságos szentségben teremtetett ez az új teremtés. Tehát mi nem így születtünk, de így teremtettünk az újjászületés által. Tehát nem a biológiai életünkkel. Na nézzük, hogy Jézussal kapcsolatban az Abcsel 3.14-ben Péter apostol azt mondja, úgyis hivatkozik Jézusra a 3.14-ben, hogy amikor a sánta ember meggyógyult, és számon kérték rajtuk, hogy hát de hogyan gyógyult ő meg? És azt mondja, amikor látta Péter, mondta a népnek, izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek mi ránk, mint a tulajdon erőnkkel, vagy jámborságunkkal műveltük volna azt, hogy járjon? Hát igen, nagyon őszinte Péter, hogy mi emberek, nekünk nincs erőnk, tehát a biológiai életünkben, a testünknek az erejében nincs benne az, hogy meg tudjunk gyógyítani másokat. Tehát ezért mondja, hogy ez nem a mi tulajdon erőnkkel, nem a jámborságunkkal, tehát nem az Isten félelmünkkel tudtuk meggyógyítani azt az embert. Azt mondja, hanem az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak az Istene, a mi atyánknak az Istene megdicsőítette az ő fiát, Jézust. Tehát a gyógyulásunknak ez az alapja, hogy Jézus Krisztus most meg van dicsőítve. És Jézus Krisztus, az Atya megdicsőítette már, megtette ezt. Itt kezdődik el a gyógyulásunk, és ezért mi ne a testi Jézust
próbáljuk kutatni, hogy milyen Jézus, tehát most így fizikailag, vagy hogy azt mondja, meg van dicsőítve, meg van dicsőülve Jézus. Fel lett magasztalva Jézus a mennyben, fel van most magasztalva. Tehát mi itt a Földön el sem tudjuk képzelni azt a nagyságot, azt a hatalmat, azt a dicsőséget, amivel ő most rendelkezik a mennyben. Ezért jó az, hogyha kapunk, tehát hogyha kérjük a Szent Szellemet, hogy Szent Szellem, mutasd meg, csak essen le valami kis dolog ebből, egy csepp ezekből a kijelentésekből, hogy szétnyíljon az ég, és belelássunk abba a dicsőségbe, hogy minden hatalom Jézusé. És ha ez át tud jönni ide hozzánk, ez a kijelentés, akkor ennek a valósága, ennek a valóságát tudjuk hordozni, és ahogy hordozunk ennek a valóságát, változásokat tudunk kieszközölni itt ebben a fizikai világban. Azt mondja, megdicsőítette az ő fiát Jézust, akit ti elárultatok, megtagadtatok Pilátus előtt. Na, ő úgy ítélt, hogy elbocsájtja. Ti pedig azt a szentet és igazat megtagadtátok. Na nyilván nem azok az emberek voltak ott, akik éppen akkor ott voltak. Mert ugye, tehát húsvétkor is csak egy, tehát akiket a farizeusok, vagy a Sanhedrin, vagy a főpapok tudtak, tehát hogy menjenek oda az ünnepnap alkalmakor, tehát Jézus elé, vagyis a Pilátus elé, ugye amikor ezt a döntést meghozta Pilátus, hogy őjék, tehát hogy meg legyen feszítve Jézus, hogy azt tudjátok, hogy nem egész Jeruzsálem volt ott, meg nem mindenki volt ott, nem az egész zsidóság volt ott, hanem akiket össze tudtak szedni gyorsan, akkor reggel. Mert a többiek ugye elkezdték a húsvétra való felkészülést, és nem lehetett ott mindenki. És nézd meg, itt mégis Péter, amikor ezt elmondja, akkor az embereknek a passzivitása is beleegyezés. Tehát most, tehát értitek, hogy mit mondok, hogy azért, mert tevőlegesen, aktívan nem vett részt abba, de passzívan nem is ellenezte ezt, ezzel gyakorlatilag bűnös abban a dologban. És így van így, tehát nekünk is erre kell figyelnünk, egyébként a társadalmi tevékenységünkben is, tehát az egyéni életünkben, vagy privát életünkben, tehát amikor népszavazások vannak, meg ilyenek, akkor tehát nekünk nem szabad passzívnak lennünk, mert Isten szemében ez annak számít, hogyha valamit nem, hogy mondják azt, nem tudom, hogy, tehát hogyha valamit, hogy? A mulasztás bűne, tehát hogyha valamit nem ellenkezek, akkor én is aktív vagyok abban, hogy létrejöhet az a gonoszság. Például ugye a nácizmus így jött létre, hogy nagyon sok passzív ember volt, akik csak figyelték, nem ellenezték, tehát látták, hogy van egy pár aktív náci ember, vagy csoport, vagy ilyen kis sereg, és ők nagyon aktívak, és az a baj ilyenkor, hogyha nagyon figyeljük az ilyen embereket, akkor passzívá válik az ember, de a passzivitással gyakorlatilag őket emelet föl, vagy emeljük föl, ezért nekünk meg kell maradni, hogy aktívak tudjunk lenni. Nem szabad magunkba, ugye erre kell figyelni a keresztényeknek, hogy a társadalmi életre tudjunk figyelni, hogy mik zajlanak, hogy aktívak tudjunk lenni, hogy ne legyünk részesei más embereknek a bűneinek. Ahogy itt is ezek az emberek is azt mondja, hogy ti feszítettétek meg, ti vagytok ebben vétkesek, ti vagytok ebben bűnösök, és igaza volt a Péternek. Ugyanúgy, hogy el lehet mondani Magyarországon is, a 20-as, 30-as tehát 1920-1930-as akkor élt nemzedékeknek, hogy passzívan eltűrték, hogy kialakuljon a holokauszt. De mondom, akár Németországban, hogy kialakuljanak dolgok is. Ugye amikor masíroznak gárdisták, meg ilyenek, az embert néz, hogy most, tehát most mit tudok én csinálni, hát kevesen vagyunk, vagy mit lehet. De akkor is kell, tehát valamit kell, valami összefogás, valami társadalmi összefogás, mert ha ezt hagyja az ember, akkor amit ők létrehoznak, abban mi is bűnösök vagyunk akkor. És minket is terhel akkor a kollektív, tehát bűnösség.
És éppen ezért, ahogy megfogalmazta, ugye azt hiszem Radnóti fogalmazta meg, ugye, hogy aki néma marad, az ugyanúgy cinkosa a gonosznak, és bűnös a gyilkosságokba és minden más véteknek az elkövetésébe. Tehát így csak fel akartam hívni a figyelmeteket, hogy kell, hogy odafigyeljünk a környezetünkre, tehát nem szabad annyira elmerülnünk az üdvösségünk kimunkálásában, hogy közben elhanyagoljuk a társadalmi életünket is, hanem bele kell szólnunk, és ebben valamilyen módon aktívnak kell lenni. Nyilván kell keresni akkor, ha az ember így megtalálja ezt a programot, vagy hogy mondjam, az életébe, akkor meg kell találni azokat a csoportokat is, akivel azonosulni tud, és akikkel nyilván valamilyen határok mentén, de össze lehet fogni abba, hogy meg legyen akadályozva egy nagyon rossznak a megtörténése. Azt mondja, ti pedig azt a szentet, látod, hogy hivatkozik a 14-ben Péter, hogy azt a szentet, tehát Jézus Krisztusra hivatkozik, hogy azt a szentet és igazat megtagadtátok, és kívántátok, hogy a gyilkos ember bocsájtasson el nektek. Az életnek a fejedelmét pedig megöltétek, kit az Isten föltámasztott a halálból, minek pedig mi vagyunk a bizonságai. Tehát nem mindenki, hanem csak mi. Ezt mondja Péter. Nézzétek meg, hogy Jézusra hogy hivatkozik? Szentnek hívja, igaznak hívja, és azt mondja, hogy életnek a fejedelme. Tehát Jézus Krisztus a szent, aki szentté tesz bennünket. Jézus az igaz, aki igazzá tesz bennünket. És Jézus az élet fejedelme, aki pedig az életet adja nekünk, az ő életéből részesít bennünket. Halleluja. Zsidókhoz írt levél 7:26. Azt mondja, zsidókhoz írt, ez a levél, ez óriási, de nem megyek bele, mert ez egy teljesen más irányba elmenne. Azt mondja, 7:26. Kénytelen vagyok a 23-astól. És amazok jól lehet többen lettek papokká. Tehát kik azok az amazok? A Lévi papsága, Áron papsága. Tehát mivel hogy ők meghaltak, mert emberek, tehát emberek voltak, mindig meghaltak, egy adott ideig éltek biológiailag, és mindig meghaltak, és ezért mindig újabb és újabb papok jöttek, és mindig újabb és újabb, tehát szállt át a papság generációról generációra, nemzedékről nemzedékre. Tehát ezért mondja, hogy ők jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt meg nem maradhattak. Látod? Tehát ott sok pap volt, az Ószövetségben sok pap volt, sokan lettek papokká, az Új Szövetségben csak egy pap van. És azt mondja, hogy ennek okáért, tehát, de ennek, tehát ennek az egy papnak, mint hogy örökké megmarad, tehát most már nem hal meg neki Jézus, nem kellett gondoskodni a Jézusnak valaki másról, hogy majd ő helyette pap legyen. Ráadásul nem itt a földön volt pap, hanem a mennybe, amikor a feltámadása után lépett be a papi szolgálatba. Tehát gyakorlatilag olyan helyen, ahol állandóság van, örökké valóság van. Tehát ő az örökké valóságban lépve be lett pap. És azt mondta Isten, ülj ide az én trónomra. Tehát ilyet még nem látott az Ószövetségben egyetlen egy pap sem. Ugye, mert a sátorban, a szent helyen nem volt szék. Nemhogy trón, hanem szék nem volt. És ugye ahol meg egyesíteni akarták, arra még mind valamilyen képpen átok jött, például Uziás király, aki a trónon ült, és papi szolgálatot akart bevállalni, ugye, hogy füstöljön. Például ott ítélet jött, és poklos lett egész életére. De figyeld meg azt, hogy Jézus fölmegy a mennybe, és azt mondja, ülj az én jobbomra, mert te pap vagy, Melkisédek rendje szerint, és ülj ide a trónra, mert azt mondja, hogy trónodó Isten megáll örökké. Tehát Jézus trónra ült le. Ez óriási dolog. Tehát nem folyamatosan mászkál, tehát gyakorlatilag nem azt jelenti, hogy újra és újra viszi az áldozatokat, hanem ő egyszer és mindenkor áldozatot vitt.
És maga az áldozat, maga a főpap ott van a mennyben, és maga ő, aki áldozat is egyben, ő is ott van. Tehát, vagyis úgy mondom, hogy ott van a mennyben. Tehát egyszerre a főpap és az áldozat ott van a mennyben úgy, hogy közben egyszer hozott áldozatot, tehát egyszer vitt Istennek áldozatot. Isten leült. Na, ilyet nem láttál, hogyha ott lehettünk volna az Ószövetségben, a sátor környékén, vagy benne a léviták lettünk volna, vagy Áron pap lettünk volna, a leszármazott, ilyet nem láttunk volna, hogy egy pap ül a szent helyen. Ilyet nem lehetett látni. Ezt Jézus tette meg. Miért? Mert elvégezte. Az, hogy ők mindig mozgásban voltak, az az mutatta, hogy a bűnnek a valósága nincs lerendezve. Azzal, hogy Jézus leült, ezzel azt mutatta meg, hogy lerendeződött egyszer is mindenkor a bűnnek a problémája. És azt mondja, hogy de ennek, mint hogy örökké megmarad, változhatatlan a papsága. Tehát Jézus nem adja át másnak ezt a papságot. Ő Melkizédek rendje szerinti pap, főpap. Ezért, azt mondja, ennek okáért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez. Ezek vagyunk mi. Tehát mi ő általa járulunk Istenhez. Ezért mit csinál velünk Jézus? Mindenképpen üdvözít bennünket. Ja, véglegesen. Tehát tud üdvözíteni. És azt mondja, igen, azt jelenti, hogy véglegesen. Tehát a mindenképpen azt jelenti, hogy véglegesen. Húha, megint le kell, hogy omoljon egy pár magaslat az ember elméjéről, hogy a mindenképpen az azt jelenti, hogy véglegesen üdvözíthet ő. És már pedig ő fölment a mennybe, és véglegesen, ha ő általa járulunk Istenhez, már pedig mindig, amikor oda megyünk az atyához, mondjuk, hogy atyám, Jézus nevében ő általa mentem, ez is azt mutatja. Akkor ezzel azt is mutatja, hogy üdvösségem van. És azt mondja, hogy ezért, azt mondja, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindenkor él, hogy esedezzék értük. Tehát amikor látja, hogy valami gáz történne veled, akkor ő már esedezett érted. Úgy, mint Péter apostolnál, emlékeztek, még tanítvány volt, hogy mielőtt elárulta volna Jézust, és Jézus kijelentette volna Péternek, hogy Péter, te el fogsz árulni. Erre azt mondja, vagyis meg fogsz tagadni, elnézést, nem meg elárulni, hanem meg fogsz tagadni. Péter még nem tudta, hogy meg fogja tagadni, de Jézus már mondta neki, hogy meg fogsz tagadni, de már azt is mondta, hogy már imádkoztam érted. Milyen jó, nem? Gondold el, gondold el ezt, amikor ez házastársaknak, vagy itt testvéri kapcsolatban javaslom, hogy ha netalántán előhozod azt a másiknak a hibáját, vagy a vétkét, akkor azt is el tud mondani, hogy már imádkoztam, érted? Hát, hogy Jézus, ebbe is legyünk Jézusnak a követői, mert ez is hozzá tartozik, hogy nem csak a vádat fogalmazza meg, és nem csak az, hogy elkerülhetetlenül ilyen vagy, és ezt úgyse fogod tudni elkerülni, mert a kokos a bizonyíték rá, hanem azt mondta, hogy de helyre fogsz állni, mert imádkoztam, és adott egy reménységet neki, hogy te nem maradsz ilyen, nem leszel mindig ilyen, hanem imádkozunk, és eddig is imádkoztam, és meg fogsz változni, és nem leszel mindig ilyen. Nem nagyobb reménysége van az embernek? Mint ahogy Jézus is azt mondja, hogy esedezik mi értünk, mert mindig ott van az Atya mellett, hogy esedezzen értünk, és ezért tudunk kijönni a különböző rossz dolgainkból. Mert van, aki esedezzen értünk. És ebbe te is bele tudsz állni más testvérnek, hogyha látod, hogy a másik vétkezik. Ugye mondott ilyet János, hogyha látod, hogy valaki vétkezik, a te atyád fia vétkezik, imádkozz érte, és Isten életet fog neki adni. Olvasol ilyet? Gondold el, lehet, hogy a másik nem is tudja, hogy te imádkozol érte, és életet ad neki az Isten. És ki tud jönni azokból a helyzetekből, bűnökből ki tud jönni, vétkekből ki tud jönni, mert te imádkoztál érte, és Isten, és ilyenkor mit csinálsz? Jézus Krisztussal esedezel érte, és Jézusnak a szolgálatát, végül is megossza veled is ezt a terhet, és ilyenkor
Tehát az ember ezt be tudja vállalni, vagyis hogy amikor ezt elvállalja, akkor osztozik Jézus szolgálatában val. És azt mondja utána, mert ilyen főpap illett minket, szent, ártatlan, szeplőtlen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lett. Tehát milyen a mi főpapunk? Nézd meg, szent, ártatlan, szeplőtlen, elválasztott a bűnösöktől, és mindennél magasságosabb, hatalmasabb. Nem akarom ezt most kielemezni, csak még egy fura dolgot hadd mondjak el nektek, ami itt van ebbe az igébe is elolvastam, azt mondja, illet minket. Ezt tudod, mit jelent? Hogy ilyen pap illik hozzánk. Tehát itt nem az jelenti, hogy illet minket, hogy ránk teszi a kezét, és megérintett minket, megilletett minket, hanem ilyen, így mondva, mostani szóhasználattal, hogy passzol hozzánk. Na, azt mondja, ilyen, elolvasom így, figyelj. Mert ilyen főpap passzol hozzánk. Szent, ártatlan, szeplőtlen, bűnösöktől elválasztott, aki az egeknél magasságosabb lett. Fú, azért, akkor milyen az elhívásunk? Akkor milyen elhívásban van részünk, hogyha ilyen főpap passzol hozzánk? Nagyon jó az Úr. Tehát itt a Jézus Krisztus a szentségét nézzük most, ugye? Következő, a szeretet. Isten felé, emberek felé, ez a második. Isten felé, emberek felé, az ellenség felé. Tehát Jézus Krisztus. A szeretetben is példaképünk, ebben a jellem, tehát hogy ilyen jelleme van neki. Efézus 3:19 azt mondja, hát inkább a 18-tól. A szeretetben meggyökerezvén és alapot vevén, hogy megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága. És ugye az Isten jó voltának, ami itt van, az dőlt betű, tehát az nincs benne az eredetibe, tehát ez a szeretetre vonatkozik. Tehát azt, hogy megismerjük, tehát mit csináljunk a szeretetben, meggyökerezzünk, tehát azt mondja, hogy ebben a közegben, a szeretet közegében gyökerezzünk meg. Azt mondja, hogy alapot tegyünk le, tehát fundamentuma az életünknek a szeretet. És azt mondja, hogy megérthessük, hogy mi a mélysége, mi a szélessége, a hosszúsága, a mélysége és a magassága. Tehát a szeretetnek. És ugye erre mondtam nektek azt, hogy ez gyakorlatilag, ha nekem mélységet is meg kell ismernem, és magasságot, illetve szélességet és hosszúságot, akkor én pont a közepébe vagyok. Mert hogyha a szélén lennék, akkor csak lefele kéne, vagy hogy mondjam, tehát értitek? De mi, hogy kellős közepébe tett bele engem Isten, az ő szeretetének a kellős közepébe tett bele, helyezett oda, ez gyakorlatilag akkor ennek a szeretetnek a végtelenségét azt mondja, hogy feladott egy nehéz leckét, hogy értsem meg. És akkor nem lesz többé gondod a kisebb rendűségi érzésekkel, az önelvetés, önelutasítás, önkároztatás, és ilyen, tehát vagy az ember a saját magával kapcsolatos gondjainak, nem lesz soha semmi gondod, ha megérted, hogy mi ez a szeretet. És úgy folytatja, tehát ezt megérteni, Isten azt mondja, és jön a megismerés a 19. verszakban, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét. Tehát ezen kívül, hogy én benne vagyok Isten szeretetének a középpontjába, még felad egy olyan leckét, hogy ismerjem meg Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét.
Tehát gyakorlatilag Istennek a végtelen szeretetének a közepén vagyunk. És még innen ki se tud sodródni, mert benne vagy a közepébe. Ha még sodródnál is egy kicsit ebből, még akkor se tudtál volna kisodródni, mert teljesen az, amit az óceán közepébe lennél, a Marianna árok közepébe, és ha elmentél egy 5 métert, igazából nem számít ahhoz képest, hogy milyen mélysége és magassága van ennek. De ez nem azért mondtam, hogy elmenjél 5 métert arrébb, hanem azért, hogy ennyire benne vagy ebben az egészben, egész szeretetben. Azt mondja, hogy ekképpen, hogy valahogy mégis megpróbálom megismerni a Krisztusnak a minden ismeretet felülhaladó szeretetét, ezért ez csak kijelentésből tud jönni. És ezért a tegnapi kijelentés, ha csak ismeretté válik, és az marad, hogy Isten szeret engem, de ha ennek a valósága nem tud megérinteni, tehát ez ismeretem fölül van, ez tapasztalat, ez kijelentés, ez valóság, ez átélés, vagy hogy mondjam. Tehát ennek ez a lényege, és ha ez újra lángot kap, ez újra be tudok ebbe a mélységbe kerülni, akkor azt mondja, hogy ekképpen beteljesedek az Istennek egész teljességig, tehát Isten lesz minden bennem. A szeretet által az Istennek a teljességéig tudok beteljesedni. Fú. Jó szeretetben járni? Ezt törekednünk kell, hogy mint engedelmes gyermekek, ahogy mondja az ige, így kövessük ebben az Urat, hogy szeretetben járjunk. És azt mondja, annak pedig, aki véghetetlen bőséggel, véghetetlen bőséggel. Mit jelent az? Gondold el, hogyha a bankszámlád tele lenne véghetetlen összeggel. Véghetetlen összeggel lenne tele. És a minden nap milliárdokat költeni, de nem tudsz elkölteni milliárdokat, de ha minden nap milliárdokat költenél el, akkor sem tudsz a végére érni egész életed folyamán sem. Ez jelenti, hogy véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhetik. Tehát neki mindenre van képessége, és mindent megcselekedhetik, de nézd meg, miért mondja, hogy hetik? Tehát egy lehetségesnek mondja, miért? De mi vagyunk ebben a gát, mi lehetünk ebben, mert azt mondja, feljebb, hogy nem mind kérjük, vagy elgondoljuk, a mi bennünk munkálkodó erő szerint. Tehát amennyire mi megengedjük, hogy ő munkálkodjon bennünk, annyira tud csak. Tehát ez olyan, mintha rád lenne kötve az egész Niagara vízesés, de nálad csak csepeg a csap. Mert csak annyira nyitottad ki a csapot, hogy csak csepegjen a csap. Miközben egy egész hatalmas Niagara vízesés is tudna csepegni. Tehát ez ezt jelenti, hogy ezért ebben a szeretetben, ha elmélyülünk, és megismerjük, és felfogjuk, és átéljük, akkor elkezd ez az erő működni bennünk. Elkezdünk magabiztosak lenni, tudni azt, hogy kik vagyunk, megerősödik az identitásunk, Isten gyermekeiként élhetjük az életünket. Tehát és ez viszont nem állítunk gátat Isten erejének, hanem meg tud valósulni az, amit ő akar. Tehát ezért fontos, hogy ebbe is kövessük Jézust. Efézus 5:25. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével,
az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgözés, vagy eféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Tehát Istennek a szeretete, Krisztusnak a szeretete, ami benne van. Nézd meg, hogy ég. Azt mondja, hogy, mert hogyha, ugye ez egy minta a férjek számára, hogy a feleségüket hogy szeressék. És azt mondja, hogy úgy, hogy ahogy a Krisztus az egyházat. És mi az első, amiben ez megmutatkozik? Úgy, hogy önmagát adta azért. Tehát, hogy önmagát áldozza fel a feleségért a férj. Tehát, hogy az életét úgy éli, hogy a feleséget emeli ezzel föl. Most úgy néztek, hogy rosszat mondok. Nem. Ez minta követne, tehát Jézusnak a követésében benne kell, hogy legyünk. Azt mondja, hogy megszentelje, tehát elkülönítse magának. Nézd meg, hogy a szeretet által tudod a feleségedet elkülöníteni magadnak. Akkor azt mondja, megtisztítja, tehát az ige által, tehát beszél hozzá, beszél a feleségéhez. Milyen beszédeket mond a feleségének? Ami által az asszony megtisztul. Hát nyilván most a feleségek is azért valami ilyesmit a férjek kapcsolatban is azért kellene tenni, és azt mondja, hogy az ige által, hogy tisztul meg? Az ige által. Tehát beszélek, és olyan beszédek hagyják el a számat, hogy az embertársam, tehát vagy a feleségem, vagy a férje valakinek, vagy az embertársa, felebarátja, kap egy reménységet, úgy érzi, hogy olyan jó lett, tisztábbnak érzi magát belül. Azt mondja, hogy maga elé állítsa dicsőségben az egyházat, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgözés, vagy aféle. De nézd meg, hogy nem arról szól az egész, hogy itt a hibád, itt is van egy szeplő, itt is van egy sömör, itt is van egy otyák. Tudod, mert akkor ezzel halálba lehet idegesíteni valakit, hogy mindig csak a hibájára mutatnak rá, nem? Tehát te is, hogyha csak a hibájára mutatsz rá valakinek, ezt megcsinálod párszor, aztán lehet, hogy nem lesz már vele kapcsolatba, hogy rá tudjál mutatni továbbra is a hibáira. Tehát nyilván, ahogy Jézus se úgy csinálja velünk kapcsolatban, hogy folyamatosan arra mutat rá, hogy mi a rossz bennünk, nem? Egyszer-egyszer van olyan időszak azért az életünkben, hogy így rámutat, de nem azt csinálja, hogy folyamatosan. Amikor alámerülünk az ő szeretetébe, megtapasztaljuk az ő szeretetét, és különböző helyzetekben, ha ez van bennünk, akkor különböző helyzetekben egyszerűen belülről mi magunk éljük át, hogy ezt nem kéne, vagy ezt nem kellett volna, vagy most bocsánatot kéne kérnem. Ez illene, hogy bocsánatot kérni. És az embert addig belül kavarja föl ez a dolog, hogy nem hagyod úgy az embertársadat, hogy mielőtt kiszállna a kocsiból, vagy valami, még azért megmondod neki, hogy bocs, de ezt nem kellett, nem, nekem nem kellett volna ezt mondanom. És az azért jó, hogyha férj, feleség, ugye, tehát ez azért bizonyos időnként, vagy a szülők gyerekek, vagy gyerekek a szülőknek, tehát ezt meg tudják tenni, és nem olyan nagy dolog megalázkodni, és azt mondani, bocs, tévedtem, rosszul mondtam, mert ez a nagyságodat mutatja. Ha tudsz bocsánatot kérni, ez a nagyságodat mutatja. Tehát ez is beletartozik a szeretetben. Azt mondja Máté 5. Itt is a szeretetről van kapcsolatban. Máté 5:43.
Hallottátok, hogy megmondatott, szerest fele barátodat, gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. De most ez mit jelent? Tehát mit jelent az ellenség, mit jelent a fele barát szeretete, mit jelent az ellenség szeretete? Nehogy véletlenül olyat csináljunk, hogy magunk érted ellen legyél. Mert ha valaki ellenséged és gyűlöl, és el akar tenni félre az útból, akkor nem lehetsz naív, hogy, tehát nem az az ellenség szeretete, tehát Jézus nem arról beszél, hogy szolgáltasd ki magad az ellenségednek. Tehát nem erről van szó, hanem itt azt mondja, hogy imádkozz érte. Tehát az, hogy már az, hogyha az ellenségedért imádkozni tudsz, hogy megtérjen, már ez is valami. Tehát, mert hát értitek, tehát az, aki gyűlöl és el akar tenni az útból, hát az, meg amikor azt mondja, áldjátok azokat. Nyilván nem a tevékenységüket áldom. Mert ha megáldanám a tevékenységüket, ha ellenem zajlik az, akkor megint magam ellen lennék. Hogy Uram, tedd sikeressé őt abba, hogy engem tönkre tegyen. Hát ki az, aki így imádkozik? Tehát ne legyünk naívak. Tehát Jézus nem erről beszél itt, ha megfigyeljük. Tehát hanem arról, hogy a személye, az ellenségnek a személye ezzel az imával, áldással ne egy, amire mondja, hogy béküljetek meg útközbe az ellenségetekkel, tehát ne legyen egy olyan Isten ellenes kötelék, ne alakuljon ki közted és az ellenséget között, hogy az tönkre vágja az életedet. Ne terhelje meg a személyiségedet, a lelkedet, az ő személye, az ő tevékenysége. Itt erről szól. Egyébként, ha még a fele baráttal kapcsolatban akarnék mondani egy pár szót, akkor hadd mondjam el azt, hogy ugye a fele barát szeretete sem az, aminek tűnik elsőre. Mert ugye megkérdezi a farizeus, ki az én, oké, de ki az én fele barátom? Na, ki az én fele barátom? Erre ugye azt mondják, hogy hát mindenki. De nem, Jézus nem azt mondta, hogy mindenki a fele barátod. Elmond három embert, ugye a szamaritánussal kapcsolatban, tehát hogy elindul egy ember, és ugye megverik. Nyilván, akik megverték, azok az ellenségei voltak, és nem a fele barátai, nem? Tehát, ha már így a történetet nézzük, tehát az ellenségei. Ő nem fog imádkozni azért, Uram, áld meg, hogy még jobban tönkre vágjanak, mindent elvigyenek, és a többi, és a többi. Tehát még jobban, csak sajnos fél holtra vertek, és nem teljes holtra. Tehát ezért tehát nem lehetünk naivak, hogy nem imádkozhatunk így. Tehát neki biztos, hogy utána, amikor felépült, neki meg kellett bocsájtania, illetve úgy kellett imádkoznia, hogy a keserűség, a sértettség és a különböző dolgok ne befolyásolják az életét, és a sorsában tudjon előre haladni. Mert vannak ilyen emberek, akik félholtra vernek útközben. És ha utána viszont megtartod a haragot, vagy nem tudom, tehát azt a magatartást, ami lehet, hogy nem akar lemenni az a harag a nap lenyugtával, akkor tudd meg, hogy vigyázni kell, mert Isten ellenes kötelék tud kialakulni, és hiába van térben máshol az az ember, összeköt valami a szellemvilágba vele, és ugyanúgy ver. Csak lehet, hogy nem verbálisan, nem ütlegeléssel, meg ilyenekkel, de szellemileg tönkreteszi az embernek az életét. De utána ott volt három ember. Ugye egy pap volt ott, ki volt egy lévita, és egy szamaritánus. És ugye ketten elmentek mellette. A szamaritánus megállt, megkönyörült rajta, megszánta, felültette, vagyis ráfektette, tehát először is olajat kent rá, bort töltött a sebeire, rátette a szamarára, és elvitte a fogadóshoz, és ott két pénzt adott, és azt mondta, hogy gondoskodjon róla a fogadós,
és mikor visszajön, ha még maradt valami, akkor, tehát tartozás, akkor ki fogja fizetni. És megkérdezi Jézus, ki volt a fele barátja ennek az embernek? Na, ki volt? A szamaritánus. Tehát aki abban a helyzetben jót tett vele. Akkor felteszem a kérdést, ki az én fele barátom? Hát aki jót tesz velem, az az én fele barátom. Tehát nem mondhatom azt, hogy mindenki a fele barátom, hanem az, tehát Jézus példázata alapján, az az én fele barátom, aki meg tud könyörülni rajtam, szánni tud, akár anyagilag is háttérbe tud tehát kerülni azért, hogy én helyreállhassak, és meg tudjanak oldodni a gondjaim. Az az én fele barátom. És erről beszél Jézus, hogy szeresd a te fele barátodat úgy, mint magadat. Tehát így jön létre az, hogy úgy, mint magadat. Tehát, hogy azokkal az emberekkel. Az ellenség szeretete, vagy azokkal, akik közömbösek, az megint egy másik fajta hozzáállást igényel. Jó? Én most ezt Jézus példázata alapján mondtam el. És mert ezt kérdezték meg tőle, hogy ki az én fele barátom. Oké, akkor mindenki. De hát mindenki nem lehet a fele barátom. És azt mondja utána, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját a gonoszokra, mind a jókra. Tehát az, hogy az ember nem fizet meg a rosszat rosszal, nem, a rosszat nem lehet rosszal legyőzni. Azt mondja Pál, a rosszat jóval lehet legyőzni. Ezért ilyenkor nagyon kell vigyázni, hogy mit csinál az ember, bölcsességet kell kérnie. Nézd meg, ahogy Dávid, ha neki ment volna Nábálnak, akkor elrontotta volna. De nézd meg azt, hogy nem fizetett rosszal, rosszért. Mert ott volt Abigél, aki megintette ilyen módon, és felhívta a figyelmét, hogy Dávid, ezt te nem teheted meg. Te Isten embere vagy, ilyet nem csinálhatsz. A Nábál lehet, hogy megcsinálhatja azt veled, de te nem csinálhatod meg Nábállal azt. Tehát miért? Mert van különbség. És ezért kell vigyázni, hogy ne első reakcióval álljon hozzá az ember, tehát indulattal, ne azzal az indulattal álljon neki az ember, hogy ugyanúgy reagáljon, mint ahogy vele bántak, vagy valamit csináltak, hanem Isten szerint, az ige szerint viselkedjen az ember. Azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátok fiai, aki felhozza az ő napját a gonoszokra, mind a jókra. Esőt, tehát mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Tehát nem spécizik ki, és nem marad a mennyei atyába az, hogy na, ez gonosz volt velem, 5 év múlva se adok esőt a telkébre, vagy ilyenek, érted? Vagy nem engedem meg a napnak, mindig oda teszek egy felhőt, hogy ne süsse az ő mezőjét, a telkét, a nap. Tehát nem, hanem ő nagyvonalú, érted? Tud nagyvonalú lenni. És azt mondja, hadd járjon már jól, hát érted? Tehát lehet, hogy nem kapja meg az örök életet ez az ember, meg gonosz, legalább itt a földön jól érezze valamennyire magát, mert utána csak szenvedni fog az egész örökké valóságba. Nem? Azt mondja, mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? Avagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik-e? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem, de a vámszedők is nem azonképpen cselekszenek-e? Legyetek azért itt tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Tehát miről van itt szó? Hogy mi tökéletesek tudunk lenni? Úgy, ahogy a mennyei atyánk. De várjunk egy kicsit. A mennyei atyánk hogy tökéletes? Hát úgy, ugye, ahogy hallottuk Ruf Tibortól, hogy ugye a tökéletlenekkel kapcsolatos bánásmód miatt tökéletes az ember. Az Isten az tökéletes, ez egyértelmű. De mi hogy tudunk tökéletesek lenni? Ahogy a tökéletlen emberekhez viszonyulunk.
úgy tudunk tökéletessé válni, és így vagyunk tökéletesek, hogy a kapcsolatrendszerben, ahogy az ember társainkkal bánunk. Nyilván mindenkinek megvan az a szint, ahol beengeded a környezetedbe, vagy ahogy beszélsz velük, bánsz velük, mert ugye ez kőkeményen kihasználják az emberek. Tehát, hogyha nem mutatsz erőt, ahol kell, akkor ott teljesen. Tehát itt nem arról van szó, hogy te ilyen, na, itt van a megütöttél jobbról, oké, meg van írva, hogy is megüthetsz balról, oda tartom balról is, megütsz. Na jó, itt van megint a jobb arcom, üssél. És akkor addig ütnek, amíg félholt nem leszel. Tehát ez nem erről szól, hanem a hozzáállásról. Tehát, hogy tudnod kell, hogy kivel, tehát bölcsen, azt mondja Jézus, elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé. Meg mit mond, hogy a kígyók közé? Tehát neked úgy kell viselkedned, hogy a farkas, mert te bárány vagy, de neked úgy kell viselkedned, hogy a farkas ne tudjon megenni. Tehát, és van, amikor bölcsesség. Ezért mondja, hogy legyetek bölcsek, ugye, mint a kígyó, hogy ezért kell nekünk a bölcsesség ez, mert nem vagyunk farkasok, nincs farkas természetünk, de bölcsességet kell kérnünk, hogy úgy viselkedjünk, hogy a farkasok ne tudjanak megenni. Tehát erről van itt szó. Tehát, és ezzel összhangba kell néznünk ezeket a kijelentéseket itt, amit most felolvastunk, hogy ez nem azt jelenti, gyertek farkasok, én bárány vagyok, én nem csinálhatom azt, amit ti, nyugodtan megcsináltok velem mindent. Mert Jézus azt mondja, hogy akkor nincs bölcsesség benned. De azt mondja, legyen bölcsességetek, és csináljátok úgy a dolgokat, hogy a farkasok azt higgyék, hogy egy oroszlán van ott, és nem egy bárány. Mert ha csak azt látják, hogy bárány vagy, és nem vagy oroszlán, akkor viszont kőkeményen fölfalnak. És akkor már nem tudsz bégetni többet. Na jó. Tehát Jézusnak valódi szeretete volt, és tudott szeretni is, mind isteni módon, mind emberi módon. Valódi, eredeti szeretetet fejezett ki minden esetben. Márk 10:21 például. Jézus pedig rátekintvén megkedvelte őt, és mondta neki, egy fogyatkozásod még van. Ugye ez a gazdag ifjúnál, amikor mondja, hogy mester, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életem lehessen, elnyerhessem az örök életet. És mondja neki Jézust, hogy a parancsolatokat tudod, és elmondja neki az embertársakkal kapcsolatos parancsolatokat. Tehát ugye nem mondta el az első kőtáblának a parancsolatait, és még egyébként még egyet nem mondott el, az utolsót, hogy ne kívánd. Azt sem mondta el Jézus. Azt pedig felelvén, ugye ami megmaradt, annál megmondta, hogy azt pedig felelvén, mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Ugye Jézus pedig rátekintvén is megkedvelte őt. Tehát azért nézd meg, hogy ez az ember hordozott, most akárhogy van, de hordozott értékeket. És nézd meg, hogy Jézus azt mondja, ránézett, és megkedvelte. És tudod, miért kedvelte meg? Mert mindent megtett, hogy jó legyen. De rájött, hogy nem tud örök életet. Tehát nem, nincs örök élete, és neki kell az is. De mindent megtett, hogy ezt megszerezze. És azt mondja, Jézus ránézett erre a fiatalemberre, vagy erre az emberre, ránézett, nem is tudom, hogy miért ifjú, gazdag ifjú, mert itt azt mondja, hogy egy ember futott oda. Rátekintvén megkedvelte őt, tehát megszerette őt, megkedvelte, és mondta neki, egy fogyatkozásod van, eredj el, add el minden vagyonodat, add a szegényeknek,
és kincsed lesz a mennyben. És gyere, kövess engem, felvévén a keresztet. És ugye sajnos elment elszomorodva, ugye, mert ugye tudjuk azt, hogy tehát Jézus nem nincs telenni akar tenni, és ugye ez nem is üzenet neked, hogy te most menj el, és add el az ingatlan dolgaidat, tett pénzé, és oszd szét a szegények között. Ez annak az embernek szólt, aki megkérdezte tőle. De mondhatod, hát úgy kellett neki, miért kérdezte meg? De a másik az, hogy ez neki szólt, ez nem neked. De ha neked ráhelyez Isten dolgukat a szívedbe, hogy akár rövid távon anyagilag rosszul jársz, akkor is tudd meg, hogy pontosan Péter apostolék ezt mondták Jézusnak ezután az eset után, hogy Mester, mi mindent elhagytunk, és nekünk mi lesz? Erre azt mondja Jézus nekik, hogy senki nincs, tehát olyan nem történik, ha valaki anyagi hátrányba kerül Isten dolgai miatt, azt mondja, olyan nem történik senkivel, hogy, tehát az evangéliumért, aki elhagyott dolgokat, vagy személyeket, azt mondja, hogy 100 annyit ne kapna most ebben az időben. Tehát nem az örök életben, nem az örökké valóságban, hanem már most ebben az életben. Tehát gyakorlatilag lehet 100 házad is itt Magyarországon, és kiadhatod őket albérletbe, azokat. Azt mondja, ne kap, tehát mindenki, magyarán ez azt jelenti, hogy mindenki, tuti biztosan, aki anyagi hátrányba kerül az evangéliumért, és ezt Isten helyezte rá, hogy anyagi hátrányba kerüljön az evangéliumért, és ő ezt megteszi hittel engedelmeskedve, azt mondja, hogy az biztos, hogy 100 annyit fog kapni most ebben az időben házakat, tehát amiket elhagyott, ugye testvéreket, anyákat, tehát vigasztalókat, gyermekeket, ugye szellemi gyermekeket is, nézd meg, szántóföldeket, tehát telkek, mezők, ezek is, 1 hektár föld helyett 100 hektár földet tudsz kapni. De azt mondja, hogy üldözésekkel együtt. És neked kell felmérned, hogy megéri az a 100 ház, az a 100 hektár földterület, vagy még több, de még pluszba üldözés is kapsz. Van ilyen. De azt mondja, az örök életben, a jövendő világban pedig örök életet. Tehát egyértelmű. Tehát nem kerülsz hátrányba semmi miatt sem, amit elhagytál az Isten országáért és az evangéliumért. Semmi miatt. János 13:1. Húsvét ünnep előtt pedig tudván Jézus, hogy eljött az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához, mivel hogy szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. Nézd meg Jézust, hogy akik az övéi, a tanítványai, azt mondja, végig szerette őket, mindvégig szerette az övéit, és mindvégig szerette az övéit. De ugyanígy van most is, hogy ő szeret bennünket. Tehát Jézus is gyakorolta a szeretetet. Nézd meg, hogy utána egyből ezután olvasod azt, hogy megmosta a tanítványok lábait. Tehát a szeretetbe ez is benne van, hogy nem rójuk fel a rosszat, a bűnt, a vétket, hanem meg kell tanulni, ahogy mondtam nektek, hogy azért, mert hallasz, meg látsz valakit vétkezni, hogy amit mond János apostol,
a levelébe, hogyha látod, hogy a te atyád fiad vétkezik, imádkozz érte, és Isten életet ad neki. Nem azt mondta, hogy ha látod, hogy a te atyád fia vétkezik, mondd el mindenkinek. Hadd tudja meg mindenki, hogy vétkezik a te fele barátod. Vagyis a testvéred. Nem? Tehát, és ez nem azt jelenti, hogy tehát ezért nekünk nem biztos, hogy mindent meg kell hallanunk. Tudod? Mert mondanak az emberek mindent, tehát vétkeznek beszédbe, ki az, aki tökéletes? Ugye azt mondja János apostol, Jakab, ugye ki az, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Tehát több mint valószínű, hogy mindenki hallhat magáról információt más valakitől, amikor nem volt jelen azon a helyen, mert mindenki vétkezik a beszédébe, lehet, hogy mond olyat a másikról, amit nem kéne, az egyik hallja, de a másik utána rájön, hogy de hülye voltam, miért kellett ilyet mondanom, Uram, bocsáss meg, de ezt már nem hallja a másik. És úgy fogja tovább mondani, hogy de hát ez XY ezt mondta rólad. És közben meg, az meg ugye, tehát megbánta azt, hogy olyat mondott, és ez a cselekedeteiben is nyilván megmutatkozik, és látod azt, hogy tehát a cselekedetei más mutatnak, mint amit a beszéd. De hát, hogyha a cselekedete is azt mutatják, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehet, hogy nem, tehát semmit nem bánt meg azt, amit mondott. Tehát oda kell figyelni, hogy mit hall meg az ember, és mit nem. Ebbe bölcsnek kell lenni, meg azt is, hogy mi az, ami fontos mondjuk tudni, tehát hogy ne, tehát a testvéri kapcsolatokban leállítani, hol van az a pont, amikor olyan beszédek vannak, hogy le kell állítani, mert ugye tehát az atyafiak között ugye mondja a példabeszédek könyve, hogy susárló, vagy valamit, hogy ne enged beszélni, mert az atyafiak között háborúságot támaszt, tehát hogy hol van az a pont, amikor ezt le kell állítani, és hol van az a pont, amikor látja az ember, hogy ez nem veszélyes, tehát a közösségi életre, a kapcsolat, testvéri kapcsolatokra nem veszélyes az, amit mond, de vannak olyan dolgok, amik meg veszélyesek, és azt meg viszont ott meg tudni kell az embernek határozottan leállítani. Tehát ugye itt a lábmosással kapcsolatban, de a 19-25-27-ben, 19-25, Jézus keresztje alatt pedig ott álltak az ő anyja, az ő anyjának nőtestvére, Mária, a Kleofás felesége, és Mária Magdaléna. Tehát a nagynénje is ott állt Jézusnak. Jézus azért, amikor látta, hogy ott állt az ő anyja és a tanítvány, akit szeret, mondta az ő anyjának, asszony, itt van a te fiad. Aztán mondta a tanítványnak, itt van a te anyád. És ettől az órától magához fogadta azt a tanítvány. Tehát ez is a szeretet megnyilvánulása volt Jézus részéről, hogy a gondviselés is beletartozik a szeretetbe, és ugye átadta a Jánosnak az anyjáról való gondviselést, ő mint idősebb, ugye a legidősebb fiú a családba, neki kellett volna gondot viselni az anyjáról, de ugye azzal, hogy ő meghalt és feltámadott, és megdicsőült, tehát innentől kezdve kell, hogy tehát a földön, ugye ő a Jánosra bízta rá az anyukáját, hogy ő gondoskodjon róla. És János gondoskodott is, tehát utána olvassuk is, hogy magához fogadta az a tanítvány attól az órától fogva. Tehát ez is benne van a szeretetbe. Tehát gondold el, hogy Jézus ott kínlódik. És azt gondold el, tehát a kereszten hordozza a világ bűneit. A mi bűneinket, a betegségeinket, átkainkat, démonjainkat, mindent hordoz, szenved, fáj neki minden. De nézd meg, mekkora szeretet van benne, hogy ott az anyja, és rábízza, tehát van arra, tehát hogy mondjam, ott a keresztnél, hogy az anyját rábízza a tanítványára. Hát azt nem mondta, hogy ez nem szeretet. Hogy ilyenre is gondol közben, miközben ott van a kereszten.
Tehát szerintem Jézus óriási. Tehát ez a személyiség, ez a személy, tehát óriási Jézus. Galatta 2:20. Azt mondja, ugye élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Tehát a Krisztussal együtt megfeszítettem. Ez egy kész tény. Megfeszítettem Krisztussal együtt a múltban. Élek, tehát most élek. Tehát megfeszítettem, de most élek. De nem én többé, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való, tehát az Isten fiának a hitével élem eredetiben, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Látod, hogy a szeretet és az önmaga adása, az mindig összekapcsolódik. Tehát itt is szeretett engem, és ő önmagát adta oda értem, hogy én ne legyek abba a helyzetbe, ahogy rám talált. Hanem, tehát meg te, tehát nyilván, de nekünk ugyanígy ebben a követésben, tehát hogy benne van, tehát az, hogy a szeretet nem csak annyi, hogy szeretlek, és kész. Mert csak ennyit mondasz a feleségednek otthon, vagy a férnek, szeretlek, de ez nem mutatkozik meg abba, hogy a önmagadat odaadod neki, és ez nem látszik meg, ezt nem tapasztalja meg, akkor beszélhetsz akármennyit arról, hogy szereted, ez nem fog, tehát ez a gyakorlatban nem fog megjelenni. És azt fogja csak mondani, de csak ezt te mondod. Tehát éppen ezért azt kell látnunk, hogy a szeretet az egyben egy átadás, önátadás a másiknak, vagy a másikért, egy önmagunknak a feladása. Csinálsz olyan dolgot, amit nem biztos, hogy kedved lenne, de mert megkért a másik rá, mert szereted, és megkér, és ezért megteszed érte. És kikelsz az ágyból, és behozol vizet neki. Most csak mondtam valamit, hogy elmész a közértbe. Vagy ilyesmi. Tehát most ez... Azt mondja, Efézus, igen, az már volt. Oké. Következő, a hitben járás. Ez a harmadik. Tehát Jézusnak a hitben járása. Ez a hűség, meggyőződés. Tehát ez is követendő minta, mert Jézus hitben járt. Zsidó 12:1-4. Annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak ilyen nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért. Nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra. Ugye erre mondtam nektek, hogy Ábrahám a hitnek a kezd, tehát aki elkezdte, de Jézus végezte be a hitet. És amit mi kaptunk, azt mondja, Jézus a hitnek a fejedelme, ő hitben járt, és miben mutatkozott meg a hitben járása? Abban, hogy az előtte levő öröm helyett, azt mondja, megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Atya Isten, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Tehát mi volt a hitben járása? Ugye Károlinál nem jön jól ki, hanem az a lényege, hogy az örömre nézett. Tehát ténylegesen, amikor a keresztet szenvedte és a gyalázatot szenvedte, akkor a hitben járása abban mutatkozott meg, hogy ő az előtte való örömre tekintett, ezért bírta ki a gyalázatot, és ezért bírta ki a keresztnek a szenvedését, mert az azutáni időszakot hitben meglátta, meggyőződésre jutott, kijelentése volt, és megragadta ezt az örömöt, mert ugye tudta,
hogy volt az a kijelentése, hogy mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra. Isten ott van, hogy felkent téged az Isten, a te Istened, az öröm olajával a társait felett. Tehát Jézus átgondolta az igéket, bölcsen kijelentéseket átgondolta, és meggyőződött arról, hogy ő felleszkenve az örömnek az olajával a feltámadása után, és el fogja foglalni az Isten jobbján a trónt. És ez az öröm, ami akkor lesz majd neki a része, arra tekintett akkor, amikor a gyalázatok érték, amikor köbdösték, tépték a szakállát, tépték a haját, ütötték a hátát, korbácsolták, átszögelték, akkor ő ezek közben arra tekintett, arra az örömre, ami majd ezután, az egész után fog rá várni. Ez volt ez a hite, ez a hit. Így fejezte be, tehát ezért a hitünknek a bevégzője lett, mert a legnehezebb helyzetben is ez a hit működött. És ez működőképes, ezt adta át a feltámadása után nekünk, amikor újjászülettünk, és Isten kiosztotta a Róma 12 alapján a hitnek a mértékét mindenki, tehát a hitet mindenkinek mértékkel, valamilyen mértékkel, ezt a hitet osztotta ki. És nekünk ezért képesnek kell lennünk a különböző helyzetekben, amikor benne vagyunk az életünk különböző dolgaiban benne vagyunk, képesek legyünk túllátni azokon a dolgokon, amikkel éppen akkor találkozunk, és éppen akkor érnek bennünket. Na ez jelenti azt, hogy megyünk a hit, tehát hogy követjük Jézusnak a hitét, vagy hogy követjük ebben a mintát Jézust. És azt mondja, hogy gondoljátok meg azért. Tehát látod, hogy azt mondja, hogy ezen gondolkodjatok. Tehát úgy tudunk ebben járni, ha azt mondja, hogy ezen gondolkodjatok, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy ne csüggedjetek el a lelkeitekben elájulva. Tehát, hogy ne ájuljatok el a lelketekbe, hogy jaj, én ezt már nem bírom, és most kész, elájul az ember. Hanem ettől erőt tud kapni az ember, hogy utána, nézz mögé, nézz azután az esemény utánra, hogy Isten hogy meg akar áldani. És akkor nem elájulni fogsz a lelkedben, hanem megerősödik a lelked, és bátor leszel, és véghez viszi Isten rajtad keresztül az áttöréseket. Mert ugye azt mondja, még nem álltatok ellen, tusakodván a bűn ellen, tehát vérig nem álltatok ellen, tehát itt a legvége, tehát az embernek az elköltözéséig is tusakodni kell a bűn ellen. Jó, folytatjuk tovább jövő héten.